A Szerencsvárosi Sportegyesület labdarúgó csapata augusztus 10-én a Komlói Bányász SK gárdája felett 3-1 arányú győzelmet aratott, így tovább jutott a Magyar Kupa következő fordulójába. A szerencsi fiúk nagy örömmel és lelkesedéssel készültek a bajnokság második fordulójára, ahol a sorsolás után az MB3-ban szereplő ES-MTK gárdáját kapták a szerencsiek. Szeptember 10-én délután nagy volt a nyüzsgés a szerencsi Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen, hiszen több mint 100 szurkoló kíváncsian várta a budapesti Erzsébeti Spartacus MTK és a Szerencsvárosi Sportegyesület labdarúgó mérkőzést. A találkozó előtt mindkét gárda alaposan bemelegített, azonban az erőkülönbségek már ekkor érzékelhetőek voltak. A szerencsi játékosok nehéz ellenfelet kaptak, hiszen a vendégek 4 forduló után veretlenül vezetik az NB3 középcsoportját. A kezdő sípszó után az ESMTK erősen kezdett, hiszen már a 6., 13., 24. percben betaláltak a vendégek a szerencsiek hálójába. A hazaiak már az első játék részben elveszítették a mérkőzés irányítását, hiszen 0-7-es eredménnyel vonultak az öltözőkbe. A második játék rész sem kedvezett a szerencsi együttesnek. A budapestiek összeszedett játékkal újabb 3 találatot szereztek. A hazai csapat nem talált be az ellenfél hálójába, így a mérkőzés 10-0-ás vendéggyőzelemmel zárult. A Szerencsvárosi Sportegyesület labdarúgói harcoltak a Magyar Kupában történő továbbjutásért, azonban a vereség egyenes kiesést jelentett a hazai gárdának.